volt, hol nem volt. Hetet-hét országon innen, az Óperenciás tengeren túl. Ott, ahol a lányok Hello Kitty-s pólóban jártak, és imádták a rózsaszint. A fiúk pedig főként kis autókkal játszottak, és szerettek focizni. Ott éltek valamikor a huszárok. Tudjátok, kik voltak a huszárok? Na, mindjárt elmesélem nektek. Figyeljetek csak ide! Tegye föl a kezét, aki tudja, hogy kik azok a huszárok. Na, hadd lássam a kezeket! Miután nem tette föl mindenki a kezét, most akkor elmesélem nektek, hogy kicsodák azok a huszárok. Érdekes lesz, nagyon figyeljetek! A huszárok, ezek a lovas katonák. Ma már nem találkozhatunk velünk minden nap, de van, amikor igen. Például március 15-én, amikor nagy ünnepség van, akkor ott vannak a huszárok is, felöltöznek nagyon elegánsan, felhúzzák a csákót a fejükbe, fölveszik a szép zöld vagy kék mentéjüket, az oldalukra akasztják a kardot, aztán vigyázba állnak és masíroznak a főutcán. A huszárokat onnan lehet fölismerni, általában van nekik lovuk. Persze nem mindenkinek. Hé, hol a lovam? Hol a lovam? Ki látta? Ezeknek a katonáknak itt nincsen lovuk, és ha jól megnézitek, még kardjuk sincsen, viszont van puskájuk, amivel nagyon nagyot tudnak lőni. Aki nem szereti, hogyha nagy durogás van, most fogja is be a fülét, mert mindjárt el fogják sütni a puskájukat. Figyeljétek csak! Ugye mondtam? Az első huszárok már több mint 500 éve harcoltak, még Mátyás király hívta be őket először a seregbe. Róla majd később sokat fogtok tanulni, ő volt az egyik legnagyobb magyar király, de ő még nem volt fönn a Facebookon, és mesefilmet se tudott nézni, mert akkor még tévése volt. 20 jobbágy telek után kellett egy katonát odaadni a királynak. Később csak azokból lehettek huszárok, akik a legügyesebbek voltak. Amikor annak idején a katonák mentek a csatába, akkor mindig voltak közöttük zenészek. Furuljáztak, megdoboltak. És aztán olyan is volt, amikor ők kezdtek el énekelni. A csatába mindenkinek megvolt a maga dolga, még a legkisebbeknek is. Nézzétek csak ott a picit, ott mi? Tudjátok egyébként, hogy miért görbe a huszárok kardja? Na, megmondom nektek, azért görbe a huszárok kardja, hogy kanyarba is tudjanak harcolni. De hogy ez igaz-e vagy sem, majd megmondják az óvónénik nektek, mert lehet, hogy tévedek. Tudni kell még a huszárokról, hogy mindig ilyen szépen, elegánsan, csinosan felöltöztek. Ha valaki jó huszár akar lenni, akkor minden nap fogat kell mosni. Rendet kell tenni a szobába, szót kell fogadni otthon, és időben le kell feküdni, aludni. Mert a huszárok azok mindig korán kelnek, meg is kérdeztük a Pista bácsit, hogy miért kellett korán kelni a huszároknak. Nagyon rendbe kell rakni először is a hűtársainkat, a lovakat, azokkal kell foglalkozni, és utána tudunk magunkkal foglalkozni. Az első az övék, ugye reggel egy korai ébresztő, van egy 5 órai ébresztő, és akkor hamar megetetjük először is, hogyha ne éhes gyomorra diszelegjenek a lovak, megetetjük őket, evés után nagyon rendbe rakjuk őket, ugye, hogyha az ünnep fényéhez megfelelően tudjunk megjelenni, megfelelő tisztasággal. A huszárok lovát nem úgy hívták el, mint most a pónikat, Flattenshine, meg Rainbow Dash, meg Reality. A huszárok lovait általában rárónak, táltosnak, ugrónak, fényesnek, betyárnak vagy hamisnak hívták, de ismerünk Reményke nevű lovat is.
A huszárok nagyon ügyesen bántak ám a lóval. Tudtak vele ugratni, még úgy is, hogy a kardot a szájukba fogták. Nézzétek csak! És aztán sokat kellett gyakorolni, például, ha két padot egymás fölé raktak, akkor egészen magasan kellett átugrani. Akkor aztán úgy repültek, mint a szél. A huszárok sokféleképpen öltözködtek, nem azt vették ki a szekrényből, ami legfölül volt, figyeltek arra, hogy a kabátjuk meg a nadrágjuk az passzoljon. A kabátjukon, vagy ahogy ők hívták a dolmányon, különböző színű zsinórokat, főként ilyen aranyszínű sárgákat raktak, és csillogó gombjaik voltak nekik. A csákó viszont színes volt, és csákóból mindenkinek volt legalább kettő. Egy tartalék is, mert amikor nyáron harcoltak, akkor nagyon meleg volt, és föl kellett tenni a fejükre, nehogy aztán megbudjonjanak. És akkor most figyeljetek, megmutatom nektek, hogy milyen volt annak idején a csata. Ez itt volt Győr mellett, még nagyon régen, 1809-ben, ahol talán a nagypapátok nagypapájának a nagypapája harcolt. Az egyik csapat felállt az egyik oldalra, a másik felállt a másik oldalra, és már is kezdtek kardozni. Tudnotok kell még, hogy a huszárok, azok nagyon rendes emberek, úgyhogy amikor kokárdát teszünk majd föl magunknak, akkor tulajdonképpen azt is gondoljuk, hát ezek a huszárok, ezek aztán tudtak valamit, és nagyon büszkék lehetünk rá, hogyha találkozunk velük. Elmesélhetjük otthon, meg elmesélhetjük a barátainknak, hogy én bizony találkoztam már huszárral, mert az ám nem semmi. Na, sziasztok!